már készítik a hordókat. Kevés bor lesz, de az kiemelkedő minőségű lehet a hajós bajai borvidéken. Segítség az iskola kezdéshez. Már augusztus végén megérkezik a családi pótlék, valamint rendkívüli támogatást is igényelhetnek az arra jogosultak. Katinka felért a csúcsra. Negyedik olimpiáján megszerezte első érmét Hosszú Katinka, aki Baja város első női olimpiai bajnoka lett. Köszöntünk kedves nézőinket, friss híreinkkel jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. A Balaton mellett megkezdődött az idei szüret, az ország első borának számító Csaba gyöngye fürtjei már több ültetvényen vödrökbe kerültek. A hajós bajai borvidéken még csak az előkészítő munkák zajlanak, a betakarítás várhatóan augusztus végén kezdődik. A borászok kevés, de jó minőségű termése számítanak. Április 26-a fekete napként vonul be az ország borászainak történelem könyvébe. Ezen a hajnalon ugyanis a szőlő ültetvények jelentős részét olyan mértékű fagy érte, hogy az első beslések alapján a termés 90-95%-a odaveszett. Egy hektáron körülbelül egy olyan 40 mázsa lesz. Az áprilisi fagyot követően szerencsére a természet valamelyest javított a szomorú képen, azonban így is csak 20-30%-os termésre számítanak a szakemberek. Sümegi József borászatában már javában zajlanak a szüretet megelőző előkészítő munkálatok. A borász azt mondja, minden rosszban van valami jó. Jelen esetben ez annyit tesz, hogy az alacsony mennyiség minden bizonnyal kiemelkedő minőséggel párosul az idén. Gyönyörű fürtök vannak, nagyon egészségesek, nagyon szépek a fürtök, és ezek be is fognak érni. Hát erre van már tapasztalatom, mert nem tegnap kezdtem a szőlészkedést meg a borászkodást. Úgy 8-10 évenként ilyen fagyok elő szoktak fordulni, aztán 20 évenként az egész tőke is kifagy. És azokban az években, amikor megtizedelte a termés mennyiségét a természet, akkor viszont a minőség kiváló volt, és én azt gondolom, hogy ez az év is kiváló minőséget fog hozni majd. Sümegi József hozzátette, általában augusztus 20-a körül szokott kezdődni a szüret, az idén azonban várhatóan egy hetet csúsznak a kezdéssel. Az viszont most sem változik, hogy elsőként az Irsai Olivér és a Cserszegi fűszeres kerül a présházba. Megkezdték az értesítők postázását. Az októberi népszavazásról szóló értesítőket több mint 8 millió választópolgárnak kézbesítik majd az elkövetkezendő napokban. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országos népszavazás kitűzéséről és arról tájékoztatja a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki nem kapja meg az értesítőt, azt a jegyzőnél vagy a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki újat állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Egyértelművé teszi továbbá a szavazás helyét és idejét is. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az október 2-ai népszavazásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt. Pár hét ugyan még vissza van a szeptemberi becsengetésig, azonban sok szülő már elkezdte beszerezni az évkezdéshez szükséges kellékeket. A bevásárlás azonban sokaknak komoly megterhelést jelenthet. Az iskola kezdés anyagi nehézségein az állami támogatások mellett különböző módon igyekeznek könnyíteni az önkormányzatok is. Szokták kérni a színes lapokat, fehér fénymásoló papírt, rajztáblát. Az elsősöknek szent csomag tartalmát mutatja Márton Erika, az egyik papírírószerbolt ügyvezetője. Bár még csak augusztus eleje van, a polcokat már ellepték a füzetek, toltartók, iskolatáskák. Az iskola kezdés nem olcsó, több tízezer forintba is kerülhet, főleg ha nagy családról van szó, ahol sok a gyermek, tudtunk meg az ügyvezetőtől. Az a tapasztalat, hogy a szülők már akkor elkezdik megvásárolni az írószereket, amikor vége az iskolának, és akkor így 3 hónapra szét tudják szedni, és kevésbé terheli meg a szülők pénztárcáját így augusztusban. Így a szülőknek segítség lehet az is, hogy már augusztus végén megérkezik a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás. A családban, tehát ez vonatkozik rá. A rendkívüli támogatás feltételeit magyarázza éppen Lex Lilla, a szociális iroda vezetője. Azok a családok ugyanis, ahol az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az 51.300 forintot, egyszeri támogatást igényelhetnek az önkormányzattól. Lehetőség van arra,
arra, hogy rendkívüli települési támogatást kérjen az a család, akinek iskola kezdő gyermeke van, vagy nem kell ehhez elsősnek lenni, tehát szeptemberbe lehet kérni az iskola kezdése tekintettel, beiskolázással kapcsolatos egyszeri kiadásra lehet kérni a kérelmet a polgármesteri hivatalnak az ügyfélszolgálatán kell kitölteni. Ehhez csatolni kell az iskola látogatási igazolást is. Az irodavezető hozzátette, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek augusztusban 5800 forintnyi Erzsébet utalványra is jogosultak, amelyet ételre és tanszerre használhatnak fel a szülők. Vasárnap hajnalban Hosszú Katinka olimpiai bajnok lett. Katka magabiztos versenyzéssel nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét. Stábunk összegyűjtötte a család és a bajai szurkolók reakcióit, ezzel folytatjuk hamarosan a sportpercekben. Az idén is zajlik a gyöngybagoly védelmi program. Felsőbácskában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány közösen munkálkodik a fokozottan védett madarakért. A Kalocsa-Kecskeméti Katolikus Egyházmegye pedig hozzájárult ahhoz, hogy a templom és kápolnatornyokat bagolybaráttá tegyék a szakemberek. Egy szűk lépcsősoron, majd a létrát szintenként maguk után húzva jutottak fel a szakemberek a bácsbokodi temetőkápolna süvegterébe. Itt fészkelnek ugyanis azok a gyöngybaglyok, amelyeket a természetvédelmi őrök már régóta figyelnek. Ezeken a felvételeken a néhány hetes fiókák gyűrűzése látható, így az életüket a jövőben is nyomon követhetik. A bagolyvédelmi programot 3 éve kezdték el Baja Bácsalmás térségében. A feladat nem egyszerű, hiszen a madarak rejtett életmódot élnek. Általában romos épületek padlásain, templomtornyokban húzódnak meg. A program keretében ezeket a helyeket teljesen besötétítik, és csak egy kis berepülőnyilást hagynak a baglyok számára. Így a sok gondot okozó galambok nem repülnek be. A baglyok hazai állományát 800-1000 párra becsülik, de a szám nagyon változó, tartósan havas időszakokban például erősen lecsökken. Nem tud zsákmányolni, és nagyon sok madár elpusztul egyes teleken. Ezt ő nagy fióka számmal próbálja kompenzálni, egyes években kétszer is képes költeni, és ilyenkor mindig sok fiókát, tehát van, hogy 8-10-12 fiókát is kirepít, hogyha táplálékban bő évről beszélhetünk. Területi különbségek is adódhatnak Magyarországon. Itt a Felsőbácskában, Baja Bácsalmás térségében pontosan nem ismert az állománynagyság, de a védelmi tevékenységnek köszönhetően jelenleg olyan, tehát 8 biztos párról tudunk. A gyöngybagoly a táplálék emésztetlen részeit köpet formájában üríti ki. Ezeket gyűjti össze a fészkelőhelyek közelében a Mohácsi László Csaba. A köpetekben általában 2-3 zsákmányállat, például denevér és patkány maradványa található. Ez a koponya egy viszonylag ritkán kerül elő a gyöngybagoly táplálék maradványaiból. Ez egy vakonnak a koponyája. A köpetekből nem csak a madarak életmódjára lehet következtetni, hanem azt is megtudhatják, hogy az adott területen milyen rákcsálók fordulnak elő. Az, hogy a baglyok költése mennyire volt sikeres ebben az évben, majd szeptemberben derül ki, mondta Tamás Ádám. Mintegy 30 milliárd forintból fejlesztik a Dunai hajózást. Magyarország rendszeresen pályázik uniós forrásokra. A 2014-2020-as pénzügyi időszakban eddig támogatást nyert 12 projekt, összesen 31,6 milliárd forint értékű beruházást tesz lehetővé, közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A 14 ország együttműködésében megvalósuló Duna régió stratégia fő célja az ágazat fejlesztése. Kiemelt feladat a hajózhatóság akadályainak oldása, a terminálok fejlesztése a kikötőknél és a folyami információs szolgáltatások biztosítása. Az ICOP programban folytatódik a bajai kikötő fejlesztése is. Sportversenyek, koncertek és utcabál várta az érdeklődőket pénteken és szombaton Érsekcsanádon. A hagyományőrző népünnepélyre minden évben sokan ellátogatnak. Az idei buli bevételét jótékonysági célra fordítják a szervezők. Szombaton délután sok bogrács alatt égett a tűz a Csanádi Szabadidőparkban. A település éves nyári népünnepélyére a legtöbben családjukkal és barátokkal érkeztek. Voltak olyan társaságok is, akik a kezdetektől fogva, azaz már 19 éve közösen töltik a nyárnapját a vízparton. Ott elő szoktunk lenni, most elfoglalták a helyünket, de mindegy, végül is csak az a lényeg, hogy itt legyünk lenne a placon. És
mi fő ma a bográcsba? Halat főzünk, hagyományos módszernál maradunk. Hal volt az első is, és nem akarunk változtatni rajta. A szombat délelőtti sportversenyek az eső miatt elmaradtak. Délutánra viszont megjött a jó idő, amit a fiatalok ki is használtak. 4-es, 5-ön játszunk, és akkor vezetünk 5-1-re, mi vagyunk 4-en. Szoktatok máskor is focizni? Igen, nagyon sokat. A szervezők pénteken könnyűzenei koncerttel készültek, szombaton pedig harc és tánc bemutatókkal folytatódott a színpadi programok sora. Nagy múltra tekint vissza, és egy találkozási pont lett. Ilyenkor sokan jönnek haza vidékről, sőt most már egyre többen ugye külföldről is, és ilyenkor találkoznak itt a családok, baráti társaságok, úgyhogy ettől is van egy nagyon különleges hangulata, így tehát nem csak mi programszervezők készülünk rá nagyon, hanem a lakosság részéről is sokan. A nyári falunapokon régebben utcabált tartottak a település központjában, ma pedig a szabadidő park ad otthont a kétnapos rendezvénynek. A zöldövezet adta lehetőségeket, viszont nem csak a helyiek használják ki. A bajai iskolák nagy része azok tartanak nálunk osztályi kirándulásoknál ilyen főzéseket. Idősek otthona jött, például Katymáról családsegítősök jöttek, vagy például a megyei mozgáskorlátozott találkozó, az minden évben itt van, közel 600 fővel érkeznek az egész megyéből. Tehát azt gondolom, hogy éppen ez azt mutatja, hogy talán ez egy jó dolog volt, hogy és jó cél, hogy ezt a közösségi teret ezt fejlesszük. A település első embere elmondta, jelenlegi tervei között szerepel egy sportpark kialakítása, valamint az óvoda felújítása is. A szombat esti buli bevételéből pedig az óvodásoknak vásárolnak majd új játékokat. Mi másról is szólhatna a sportpercek, mint hosszú Katinka világra szóló győzelméről, Putnik Tamás a stúdióban. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Vasárnap hajnali 4 óra óta már nincs egyedül dr. Posta Sándor. Baja eddigi egyetlen olimpiai bajnoka mellé ugyanis oda került hosszú Katinka neve is, aki a riói olimpián elképesztő versenyzéssel hatalmas világcsúccsal nyerte meg a 400 méteres vegyesúszás döntőjét. A városban és az internetes közösségi oldalakon azóta állandó beszédtéma a bajai sportolónő teljesítménye. Ezek a felvételek még a bajai sportuszodában készültek, amikor is a szigeten készült az Iron Lady az előtte álló megmérettetésekre. A bajai sportolónő nem volt könnyű helyzetben, hiszen a szurkolók szinte elvárták tőle az olimpiai aranyat. Ő szerencsére meg tudott birkózni ezzel a nyomással, és vasárnap hajnalban felért a csúcsra. A 400 vegyes döntőjében egy pillanatnyi esélyt sem hagyott a vetélytársaknak, egészen elképesztő világcsúccsal nyerte meg az olimpiai bajnoki címet. Katinka családja a helyszínen szurkolt, stábunk az édesapát, Hosszú Istvánt telefonon érte utol. Természetesen nagyon örültünk neki. Igazán ezt nem is tudom, hogy ezt hogy lehet, milyen gyorsan lehet feldolgozni, vagy felfogni. Ez még mindig olyan hihetetlen számunkra, és nyilván nagyon örülünk neki, úgyhogy le a kalappa a kata előtt. Minden este a verseny után, ahogy megy az olimpiai faluba, közben akkor mindig telefonon értekezünk. Jól érezzük magunkat, kedvesek, segítőkészek. Úgyhogy én azokból a negatív véleményekből, amit lehetett itt az olimpia előtt hallani, vagy itt a kijövetelünk előtt, semmit nem hiszem. Katinka teljesítménye valósággal felrobbantotta az internetet, szinte minden hírportál szuperlatívuszokban beszél a bajai lányról. Természetesen a bajaiak kiemelten figyelik Katka eredményeit, és nagyon büszkék a teljesítményére. Persze, hogy szurkolunk neki, hát az édesapja lejár a teniszklubba, tehát az egész család ugye sportcentrikus, úgyhogy örülünk neki, hogy nyert, és reméljük, hogy még többet nyerni fog. Büszkék vagyunk rá, és örülünk neki természetesen. A városba járva vidékiekkel is lehetett találkozni hétfőn délelőtt, akik tudják, hogy a vasárnap aranyérmet nyert sportolónő ezeken az utcákon nőtt fel. Fantasztikus, hogy olimpiai bajnok lett világcsúccsa, szerintem nagyszerű, és remélem még lesz egy pár érme. Katinka a 400 vegyest követően már sikeresen teljesítette a 100 hát előfutamát és a középdöntőt, ahonnan a második legjobb idővel jutott be a fináléba. Magyar idő szerint kedd hajnali 3:30-kor kezdődik a döntő, ahol akár egy újabb érem sem elképzelhetetlen. Pénteken immáron a 28. alkalommal rendezték meg a Budapest Baja evezős regattát. A több mint 160 kilométeres versenyt az idén egy 3 fős túra evezős egység nyerte meg. Tamás Bence, Szlovák Rajmund és dr. Varga József 10 óra 38 perc alatt teljesítette az etapot.
utóbbi rutinos regattázónak számít, hiszen az idei már a 19. sikeresen teljesített Budapest baja volt az életében. Szombaton lejátszotta első tétmérkőzését a 2016-2017-es idényben a Bajai Jelesen megyei első osztályú labdarúgó csapata. Focistáink a Bács megyei kupa első körében a megye 3-as Fajsz otthonában nyertek 19-1-re. Evanics Zoltán együttese szombaton délután a bajnokság első fordulójában a Kecelt látja vendégül a Vasváriban. Friss sporthírekkel holnap ismét jelentkezünk, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Most pedig egy rövid összefoglaló a főbb hírekből. Már készítik a hordókat. Kevés bor lesz, de az kiemelkedő minőségű lehet a hajós bajai borvidéken. Segítség az iskola kezdéshez. Már augusztus végén megérkezik a családi pótlék, valamint rendkívüli támogatást is igényelhetnek az arra jogosultak. Katinka felért a csúcsra. Negyedik olimpiáján megszerezte első érmét Hosszú Katinka, aki Baja város első női olimpiai bajnoka lett. Kedves nézőink, ezek voltak a Bajai Televízió friss hírei augusztus 8-án hétfőn. Nem sokára időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk, friss hírekkel pedig holnap, azaz kedden jelentkezünk ismét 18 órakor szokás szerint. Addig is a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napközben sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő képződik, délutántól nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Késő délutánig nem lesz csapadék, azonban este felé az északnyugati határvidékre egy-egy zivatar már besodródhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 30 fok körül valószínű.